Kovács Zsuzsanna vagyok, a Tordai Adi Endre kihelyezett tagozat igazgatóhelyettese. Kovács Zsuzsanna előbb tanítóként dolgozott az iskolában, most pedig az igazgatóhelyettesi teendőket látja el. A pedagógus folyamatosan azon dolgozik kollégáival, hogy a diákok egy nap olyan tudásszinttel hagyják el az iskolát, amely jó alapot képez a továbbtanulásra. Mint falusi iskola, és azt hiszem, hogy nem tudok azt mondom, hogy szorványiskola, távol az anyaország határától, próbálunk mi is minőséges oktatást biztosítani diákjainknak, próbáljuk őket eljuttatni a versenyekre, nem csak azokra, amit a Belgrádi Oktatási Minisztérium ír ki, hanem anyaországon túl, tehát Magyarországra is, ahova lehetőségeink vannak. A 7. festőtábort október 11-ére tervezzük. Az iskolában büszkék a Fejes István festőtáborra. A tordai születésű művész nevét viselő rendezvényre más iskolákból is érkeznek résztvevők. Kovács Zsuzsanna a Nemzeti Tanácsi Választáson induló Magyar Összefogás listájának jelöltjeként a tehetséges tanulók támogatását tartja legfontosabb feladatának. Ez szerinte a szórványban különös jelentőséggel bír. Ezeket a gondokat is a Magyar Nemzeti Tanács segítségével meg tudjuk oldani, de azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a gondokat olyan mondja ott el, és olyan keresse megoldást, aki valójában itt él a szorványban. Végül is kísérve a diákjainkat, a diákoknak az eredményeit, nem látom hátrányát annak, hogy mit szorványban vagyunk. A tordai általános iskolában folyó odaadó munkának megvan az eredménye. A tanintézmény diákjainak közel 70%-a a statisztikák alapján később egyetemre is beiratkozik.